Május 1-én több mint 130-an gyülekeztek kerékpárjukkal a Deleske város főterén. Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is látványos kerékpáros felvonulástól indult a majálisi programsorozat. Minden korosztály nyeregre pattant, kicsik és nagyobb gyerekek és szüleik, nagyszüleik egyaránt. Kerékpáros felvonulás célállomása ezúttal is a családi majálisnak otthont adó sárostói sportpálya volt. Miután mindenki megérkezett két kerekűjével, egyikük egy értékes ajándékutalványra gazdagodhatott. A szerencsés nyertes sorszámát városunk polgármestere Bakó István sorsolta ki. Én azt hiszem nagyon-nagyon jól megkevertem. Nagyon jó számot húzott polgármester, azt hiszem, ez egy igazi szerencse szám valakinek, na igen, ezt úgy kell, valakinek szerencse száma. 77-es, és érkezik nagy tapsot a hölgynek, megkérjük, hogy fáradjon ide közelebb. Egy nevet kérhetünk, hogy ki a szerencsés. Molnár Jerikó vagy Molnár Márknak. Így van, Molnár Márk van nekünk a regisztrációnak az édesanyja, gondolom, tehát szívből gratulálunk. És ez a bizonyos utalvány is, nem voltam elég ügyes, tehát polgármester úr átadja, amelyet az Alter Centerbe lehet majd. Igen, megkérjük, hogy fáradjon ide, hogy mindenki lássa a nyertesünket, és ha már a színpadra lép egy nagy tapssal, hiszen edzenünk el a kezünket, nagyon-nagyon sok jó program lesz itt fent a színpadon is, szívből gratulálunk. 77-es beazonosításra került, gratulálunk a hölgynek. A családi majálisra kilátogatók gyönyörű, szép nyári időben kalandozhattak a majálisi programsorozat kínálatában. Volt itt főzőverseny, látványos triákkerékpár és harcművészeti bemutató, országos street workout és 3v3 streetball verseny és kispályás foci is. A Derecskei Városi Majális zajlik, családi majális, ez nagyon fontos hozzátenni, hiszen már évek óta próbáljuk úgy szervezni a programot, hogy az egészséges életmód, a sport, illetve a családok állnak a rendezvény központjában. Most is nagyon sok családot kicsaltunk már az elején, már 9 óra után befutottak a kerékpárosok, ami második évben szerveztünk meg. Az idén majdnem meg háromszorozódott a résztvevők száma, 130-an jöttek a főtérre, hogy együtt ébrezgessék a város lakosait, hogy itt együtt szórakozzunk, együtt töltsük el a május 1-jét. Valaki főzéssel, valaki a családi programok részvételével, illetve, mint említettem, nagyon sok sport esemény is van. Street workoutosok másodjára szervezik meg országos versenyüket itt a pályájukon, valamint a sportcsarnokba költözött idén a DIFE, akik streetball versenyt szerveztek, amit hallottam idén is, egy 40 településről érkeztek, de mivel hál' Istennek nagyon jó időnk van, ezért nekik most jobb ott az árnyékban, illetve a sportcsarnokban az ott zajlik. Kint a szabadtéren, mint említettem, főzőverseny van, de itt is lesz a Gabi Triálnak kerékpáros bemutató, ami még csalja a kerékpárosokat egy kicsit, hogy maradjanak kint. Illetve nagyon sok kulturális program is zajlik majd a színpadon, nagyon sok sportegyesület mutatkozik be, gyerekelőadás, koncert, sztárvendég, tehát mindennel készülünk, hogy itt mindenki próbálja jól érezni magát, akár
fiatal, akár idős vagy családról legyen szó. Csak az idén szervezzük meg még az Esély Otthon program keretében egy standdal vonultunk ki, amelyet szeretnénk népszerűsíteni, hogy minél többen ismerjenek meg a városban. Ez a várost érintő pályázat, amiben 18 és 35 év közötti fiatalokat várunk. Itt is regisztráció van, illetve érdeklődni lehet majd, hiszen nagyon sok program lesz a 3 év folyamán, tehát ezt is népszerűsítjük most itt kint a városi majálisunkon. A majálisra kilátogatott Bakó István városunk polgármestere is, aki riporterünknek elmondta, nagyon jónak tartja az idei majálisi program kínálatot, hiszen minden korosztály megtalálhatja a neki való elfoglaltságot. Közösen együtt tölthetjük el az időt, kikapcsolódhatunk egy kicsit a rohanó hétköznapok után. Kerékpáron érkeztem a kerékpáros túra egyik részvevőjeként. Nagy öröm számunkra, hogy óriási a tömeg. Már ezt a kerékpáros túrán sejtettem, hiszen csak kerékpárral 130-an érkeztünk egy bolyban, de azt látom, hogy a többi program is nagyon sok mindenkit megmozgat, és jó dolog ez, hogy a derecskeiek, meg a derecske környékiek azt gondolják, hogy itt közösségbe szeretnék eltölteni ezt az ünnepnapot. Szerencsére hosszú hétvége volt, szerencsére nagyon jó az idő, tehát azt gondolom, itt minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát mindenki. A programok is nagyon sokfélék, hiszen a színpadon folyamatosan műsorok, bemutatók vannak, de van labdarúgó torna, a sportcsarnokban is vannak programok, egy országos street workout verseny van, kerékpáros bemutató lesz, a karatésok föllépnek, főzőverseny van, de aki csak egyébként jön a barátaival megenni egy hamburgert és meginni egy sört, az is jól fogja magát érezni. Ilyenkor tudunk találkozni. A hétköznapokon mindenki dolgozik, Derecskén, Debrecenbe, autóba ülünk, rohanunk. Itt pedig nyugodtan meg tudunk állni, néhány szót váltani, kivel mi történt az utóbbi időben, ki mit tervez. Ez igaz családra, önkormányzatra, látom, hogy vannak itt cégek is. És ez a lényeg ennek, hogy jó hangulatban tudjunk egymással beszélgetni. A nagy kavalkád közepette egy gyönyörű új létesítményt is megcsodálhattak a majárisozók, hiszen elkészült a Derecske városi tanúszoda, amely hamarosan átadásra kerülhet, mondta el polgármester úr. Ami biztos, hogy a műszaki átadás átvétel megvolt, tehát az úszodában minden megvan és minden működik. Most kérte meg a Nemzeti Sportközpont a használatba vételi engedélyt, hogyha a használatba vételi engedélyük megvan, én azt gondolom, hogy ez néhány napon belül meg lesz. Akkor indul egy 2 hetes próbaüzem, akkor még a lakosság nem vehet igénybe, de hogyha az is megvolt, akkor már valamennyien jöhetünk úszni. Én ezt, hogyha becsülni kellene, május végére tenném. A nap első felében harcművészeti bemutatókat is megtekintettek a rendezvényre ellátogatók, ott itt Kyokushin karate és Wing Chun kung fu bemutató is.
Magyar Wing Chun Kung Fu Egyesület debreceni iskolájának a bemutatóját fogjuk látni. A bemutatóban a mögöttem szereplő fehér pólós gyerekek, illetve a megye oktatói, akiket látunk fekete ruhában, ők mesterek és helyettesek, illetve nekem jobb oldalon, katonai és rendészeti egyenruhában pedig a Derecskei Első Rákóczi György Gimnázium és Szakgimnázium rendvédelmi és honvédelmi szakos hallgatói bemutatóznak, rendészeti és katonai bemutatót, ugyanis én nem csak a civilekkel foglalkozom, hanem a kelet-európai régióban a rendvédelmi szervekkel oktatom a hadsereget, a rendőrséget, a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársait, a honvédséget, a büntetés végrehajtás állományát, tehát a rendvédelmi és katonai szervek munkatársait, mind itthon, mind pedig Lengyelországban, illetve Litvániában. A Wing Chun egy harcművészet, egészen más, mint a küzdősportok. Nem jobb, nem rosszabb, ez egy más dolog. Itt nem versenyre készítjük a fiatalokat, hiszen az utcai szituációban a támadó mindig nagyobb lesz, erősebb, vagy annak hiszi magát. Egy versenyen az 50 kilós fiatalember ellenfele 50 kilós lesz. Utcán egy 50 kilós hölgy támadója egy 100 kilós bedrogozott részek támadó lesz, aki nem az aranyéremért fog küzdeni a hölgy, hanem az életéért, vagy azért, hogy ne erőszakolják meg. Vagy egy gyermeket, egy 4. osztályos gyereket egy 8. osztályos fog megtámadni. Tehát mindig egy nagyobbal szembe kell fölvenni a küzdelmet, vagyis ez azt jelenti, hogy vert helyzetből indulunk. Nem az a fontos, hogy mindig győzzünk, ha egy veszélyes helyzetből egészségesen ki tudunk kerülni, már megérte, hogy kung fu tanultunk. Nálunk 6 éves kortól veszük fel a hallgatókat, a gyerekeket, van gyermekcsoportunk, és ott már foglal, természetesen nem azon a színvonalon még, kicsit játékosabban, de már megtanulja a rendet, a fenyelmet, megtanul közösségben gondolkodni, az utasításokat végrehajtani, megtanulja, hogy mi az, hogy siker, megtanulja, hogy mi az, hogy kudarc, nem pedig felnőtt fejjel az első kudarcnál majd összeomlik az a gyerek. Nem csak az önvédelem a fontos, hanem az, hogy mi közösséget építünk. Mindenkinek jó tartozni valahova. A mestereket, a pirossávos mestereket szeretném, illetve a technikusokat bemutatni önöknek. A sor elején a fiam, ifjú Szél Gábor, 3. mesterfokozat. Szintén Derecskéről Fekete László, 3. mesterfokozat, Hajdú Samson vezetőjöttetője. A debreceni helyettesen Pergye János, 3. mesterfokozat. Derecskén helyettesen Szántó Lajos, 2. mesterfokozat. A Berettyóújfalui helyettesen Szász József, 2. mesterfokozat. Aztán az első szintű mesterek Szőke Gergő, Simon Lili Debrecenből, Cseke Tamás és Tószegi Imre. És 3 fiatal, akik most készülnek majd a mestervizsgájukra. Ifjú Szántó Lajos, ő a gyerekcsoportnál nekem asszisztensem. Cseke Sándor és Kis László. Hát a jelenlevő rettegettek pedig a Derecskei iskolának a tanítványai, a gyermek és a felnőtt csoport egy része. Azt kérem, hogy ne legyenek túl szigorúak, ilyenkor mi nem csak a legügyesebbeket válogatjuk ki, nekünk mindenki szerepel. Olyan is van, aki még egy hónapja se jár hozzánk, de úgy gondolja, hogy ő szeretne részt venni a mi munkánkba, mert ők tagjai ennek a kung fu családnak. Hiszen nem csak azért járnak hozzánk, hogy önvédelmet tanuljanak, hanem azért is, mert egy jó közösséget alkotunk, és mindenkinek jó tartozni valahova. Itt rendet, fegyelmet tanulnak a gyerekek, beilleszkednek a csoportba, megtanulja a gyerek azt, hogy mi az, hogy siker, megtanulja, hogy mi az, hogy kudarc, nem pedig felnőttként az első kudarc élménynél omlik össze. És amit mondtam, hogy a közösségnek a jelenformáló szerepe az nagyon-nagyon sokat számít. 6 éves kortól oktatunk, a legidősebb tanítványom az jelenleg 70 éves, egy Újfalusi úr, de nagyon büszke vagyok rá, hogy Debrecenben egy 64 éves főorvosnő, dr. Boda Máta főorvosnő, most 64 évesen tett el az első mesterfokozatú vizsgáját. Itt mindenki magához képest tanul, mindenki magához képest gyakorol. A bemutatónk első részében egy alapforma gyakorlatot szeretnénk önökkel megismertetni. Tamás. Tomi. A kosárlabda pályán itt helyben a Debreceni Triátlub. Szántó mester, kérem. Jó, Tamáshoz igaz, hogy fehér pólósok helyezkedjenek el? Nekünk valamint
sprint páros kerékpárverseny is lesz, úgyhogy oda is várnak mindenkit szeretettel. Meg még egyszer elmondom, csak a biztonság kedvéért, hogy a Wing Chun Kung Fu bemutató az edzőpályán már zajlik, úgyhogy fáradjanak át oda, és tekintsék meg ezt. Addig buzdítanám önöket, hogy jöjjenek, vásároljanak, vannak itt kirakodók, akik szépen kipakoltak, finomabbnál finomabb falatokkal várják önöket. A gyerekeket várják ugrálóvárba, folyamatosan zajlik a street workout. Legyen ez Hongkong, Budapest vagy Gyerecske, minden foglalkozásunk ezzel a formagyakorlattal kezdődik. Ez egy alapformagyakorlat, a neve Siu Nun Tao, az alaptechnikákra tanít meg bennünket. Ez olyan, mint amikor egy opera énekes beskálás, beénekel, minden egyes mozdulatot végig gyakorlunk, és ha megfigyelik, jobb és bal oldalra egyformán dolgozunk, tehát egyenes tartással, frontális állásba állunk föl, nyitott kézzel, tehát itt jobb és bal oldalra egyformán meg kell tanulnunk a támadásokat, támadások hárítását. Ez pedig azért van, mert a támadó az vagy jobbról jön, vagy balról, vagy szemről, vagy hátulról. A Wing Chun nem küzdősport. Nem jobb, nem rosszabb, ez teljesen más. Itt a támadó fogja megválasztani, hogy merről jön, hanyag magával támad, mi lesz a kezébe. Egy versenyen az 50 kilós hölgy, támadói 50 kilós hölgy lesz. Utcán egy 80 kilós drogos vagy egy alkoholista fogja megtámadni, és a tét az nem az arany vagy az ezüstérem lesz, hanem az, hogy ne erőszakolják meg a hölgyet, vagy ne verjék össze azt a gyereket, vagy ne rabolják azt az idős urat, aki egy gyenge áldozat. Hiszen a támadó az mindig, mint mondtam, erősebb, vagy annak hiszi magát, ezért támad. Természetesen nem legyőzhetetleneket képezünk, engem is meg lehet ütni, a másikat, a harmadikat, de legalább esélyt adunk a gyakorlónak arra, hogy egy veszélyes szituációból talán, semmire nincs garancia, de egészségesen ki tud kerülni, és el tud menekülni. Ha jön a rendőrbácsi és elviszi, az már az ő dolga. Mi nem hőstölünk. Jó, nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Amit megfigyelnek, hogy nem csak a technikák, hanem azok a gyerekek hogy állnak ott fél órája szépen a sorba, nem bohóckodnak, nem ugrálnak, nem fekszik le, fegyelmezett. Párba, fehér pólósok, nagyobbak jöjjenek előre. Felnőttek jöjjenek előre. Két oktatót kérem előre. Sanyi, Sanyi. Alaptámadásokat fogunk látni utcai szituációra, amikor a támadó nem egy képzett támadó, tehát nem ütésekkel, rugásokkal támad, csak próbálja megfogni a ruhánkat, elkapni a torkunkat, lefogja a kezünket, próbál egy folytófogást használni. Két testvér fogja bemutatni Tamás és Sanyi a gyakorlatokat. Első támadás, ruhafogás. Készülj! Nagy! És vannak, akik már több mint 27 éve dolgoznak mellettem a csapatból. Tamás, a Szabi, aki most éppen ütött itt háttalán nekem, ő is gyerekként kezdett nálam, már jogászdoktorként dolgozik, és innen végezte az iskoláit. Egy jó közösségből. Második támadás, folytás. Készülj! Mert... A támadás védtük ellen támadunk, és nem adunk esélyt egy újabb támadásra. Nem lépünk hátra, hanem azonnal támadunk, kontrázunk, mert a támadó jönni fog, de akkor már késsel, bottal, valamilyen eszközzel. Harmadik támadás, kézlefogás. Próbál fejelni, könyökölni. Készülj! Meg! Megfigyelik, itt nem kell magasra trúgni, nem kell szaltózni, ezt 60-70 éves emberek is meg tudják tanulni. Vigyáznak egymásra, odafigyelnek a gyerekek. És egyszer védte, esélyt nem ad egy újabb támadásra. És végül lássunk egy folytótechnikát, karkulcsot. Készülj! Mert! És nálunk nem egy családban, jelenleg is van, akik hárman dolgoznak itt fehér pólóban, három testvér, apuka gyermekével, anyuka gyermekeivel jár hozzánk. Tehát komplett családok tanulnak nálunk. Hiszen a Wing Chun iskola is egy nagy család. Nyugodtan mindenkit megvárunk, szépen, nyugodtan. Úgy, nagyon ügyes. Köszönöm.
Megáll, meghajol. Nézők fele. Visszalép. Igen, nálunk ilyen katonás rend van, mint minden harcművészeti iskolában. Tehát látták, hogy a karatésoknál is milyen fegyelmezettek a gyerekek. Harcművészeti iskolákban ez alap dolog, hogy a fegyelem az legyen. Egy jó mester az fegyelmet tart. Mint egy jó szülő is, vagy egy jó tanár. A következő gyakorlatunk, igaz, hogy Benji, lépjetek oldalra. Szabi, picit oldalra. Következő gyakorlatunk egy haladó forma gyakorlat lesz, amit a mesterek és az oktató fognak bemutatni. Szélmester, kérem középre. Ez a védekezésre tanít bennünket, itt már újhegyjel, kézéllel, alkarral, könyökkel, hiszen, mint mondtam, a Wing Chun-ban egyetlen szabály van, az, hogy nincs szabály. Igaz, hogy? Jó, köszönöm. Meghajlás. Csámki jó forma. A foglalkozásokon nálunk legalább 2-3 oktató van jelen. Van egy magas fokozatú helyettesem, de ő jelenleg most nem Derecskei, ő is a Papsanyi. Ő nem tud itt lenni, jelenleg a határon van, ő rendőr, itt teljesít Derecskei szolgálatot. Sanyi is nálunk érettségizett, csak ő most a péntekig lent van a határon, mint rendőrszolgálatot teljesít. Ő sajnos nem tud velünk lenni. Itt is egy nagyon szép dolog, hogy a Lalika és az édesapja egy csapatban dolgozik. Mint mondtam, itt a rendvédelmi és katonai szerveknél is dolgozunk. Hátul a pirossával az őszhajú úr, ő a debreceni dandár protokolltisztje, a százados úr ott teljesít szolgálatot. Fekete főhadnagy úr, szegszélen, hátul pirossával, ő egy rendvédelmi szervnél főhadnagy. Geri a büntetés végrehajtásnál dolgozik. Tehát itt azért a csapatnak az egyharmada rendőr, katona, vámos, börtönőr, tehát olyan helyeken szolgálnak, ami ahol bizony ezt a tudást nagyon sokszor használni tudják, és szükség van a munkájukra. A harcművészeti bemutatók után is folytatódtak a látványos szórakoztató műsorok, a Gabi triál csapatának tagjai, magyar bajnok és elit kategóriás triál kerékpárosok. A sportpályán a közönség bevonásával tartottak látványos bemutatót. Második alkalommal rendezték meg Derecskén az országos street workout versenyt. Egy rendkívüli módon népszerű sportról edzésről beszélünk, ami az egész világot meghódította. A népszerűsége a gyakorlatok szabadságában, a nagyszerű fizikum erőfelépítésében rejlik, egy bárhol elvégezhető edzés kínál a saját testsúlyunkkal, akár egyedül, akár csoportosan. A versenyre a Derecskei street workout csapat tagjai is látványos bemutatóval készültek. Fogadjuk sok szeretettel a Dereske Street Workout csapat bemutatóját! Ja.
Köszönjük szépen! Nagy tapsot a Dereske Street Workout csapatnak! Te vagy Tibi! És indul! Gyönyörű támaszt mérleg! Tikanyag! A közösség ne felejtse el a dolgát! És köszönjük szépen! Gyönyörű! 10, 9, 8! Semmi baj! Oh! Te vagy Misi! Oh! Hú! Villanésből véülés! Emelés, kézállás! Hol az a támasz mérleg? Tetlen! Van még idő! Bő 10! Oh! És következik az utolsó kör! Segítségjel! Erotikus, erotikus! Ó, oh, de gyönyörű! Aszta! Ilyet se látunk minden nap! A gyerünk Súrnek még van egy 15! Te vagy Misi, tudd meg, utolsó kör! Szép! Gyönyörű, gyönyörű! Stabil, stabil! Azaz, mondja tovább! 5, 4, 5, 4, 5, 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
7, 6, hátadba te vagy Adri, gyerünk! Now we're gonna go.
Rémlés! De az van. Jó ez! Így is van. Te vagy Bogi, második kör. Micsoda derék való. Van még idő, 15 másodperc. Egy. Nagyon jó. Ezt az, hogy te vagy második kör. Nyom meg. Adni is megérdemli a tapsot. Nagyon szép kivitelezés. 7, 6, 5, 2. Jó, köszönjük Bogi, utolsó kör, gyerünk! Köszönjük Bogi! Te vagy Adri, utcókör! Megvan 360. Van még 10 másodpercet. 4, 3, 2, 1. Szép! Köszönjük szépen! A családi majálison színpadi műsorokat is láthattak a megjelentek, feléptek a modern táncosok, a Hosszú Pálya és a Főnix Mazurett csoport is, valami sztárvendége is volt a rendezvénynek, Ricsi P és Kuka MC, vagyis az Animal Cannibals is színpadra lépett. Wasting time, not saying the rich world.
tegnap az voltam. Thank you.
that swing, give me that swing, give me that swing, give me, give me, give me, give me, give me that swing, give me that swing, give me that swing.
Oh,
nuestra canción en mi cama mientras pensaba y a un ladito en la habitación estaba tu ropa interior. El día que hicimos el amor, esa fue la última vez. Y vivo el día que extrañándote. Sin ti.
Aki belünk ugrál erre a fantasztikus világságára, az biztos, hogy mit tud csinálni. Velünk fog ugrálni. Jó, oké, kezdjük el ugrálni. Budapest és Derecske is nyáron sokkal szabadabb. Jössz brékelni? Hát gyere, mutasd egy kis brékfingrát. Figyelj, ugrálunk, figyelj! Budapest nyáron sokkal szabadabb. Budapest nyáron sokkal szabadabb. Budapest nyáron sokkal szabadabb. Csak úgy hanyagva, nem csalódok soha a magyarságba. Csupa komolyan, rá, csupa
volt a serveg, Zolopi pár havernek. Hello, Dani a nyugati nál, a forgóránál, az enyhén bűsöm a szódánál, Pisi szalagban minden híd lábánál. Hey, nincs nála fejmesztelen, váljál már, már nem para, ha nincs lák, annyi sem el. Sok a fél, sok a far, meg sok itt a kert, így az open air partik, az nem kér kávé, így van a BKB. Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb. Irány a kávin, mert jár a kocsiba, se gázos a forgalom. Zene csukkák, könyök kint az ablakon. Bár teló után jó sok haver vár, a többet terasznál, a testem már vibrál. És a bár fut el agyalunk, hogy hova megyünk tovább. A bulikban csokorban a dögös faták, más a parkettem, finis az ágyon. És ez minden nap így megy nyáron, mert Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb. Legyen kereske, hely, csak tesznek kereske. Ma este sokkal szabadabb, kereske. Mindig sokkal szabadabb, kereske. Veletek sokkal szabadabb, kereske. Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb. Nagyon jó, és járatos! Mindenki, aki megtanulta 3 percet a dalrefényét, köszönjük szépen! Realitás talaján kezdtük mi annak idején a hobbinkat, mert hogy hobbinak szántuk ezt, hogy ne egymást verjük, meg ne mondjuk másban okozzunk kárt, vagy más értékében. Arra gondoltuk, hogy dalokat csinálunk, és hogy ez még akkor egy ilyen nagyon-nagyon távolinak tűnő dolog volt, hogy stúdióba vonuló zenekarok voltak, meg videókészítő cégek, tehát hogy tényleg ilyen nagy iparágnak tűnt ez, ilyen nagyon távolinak tűnt ez az egész, úgyhogy nem gondoltuk volna, hogy 30 évvel később még mindig Derecskére is el tudunk jutni, és akár itt fel tudunk lépni. Aztán az idő minket igazolt, hogy végül is a kitartás és a hosszú távúság azért mellettünk van, tehát hogy nem csak egy ilyen kósza hobbi volt, hanem hogy mi ebben tényleg egy ilyen egyfajta hivatástudatot is beleéreztünk. Mennyit változott az elmúlt időben a hip-hop műfaj? 30 éve benne vagytok, miben változott, és milyen a magyar felhozatal mostanság? Rengeteget változott a magyar rapzene, meg a külföldi is. Ennek sok oka van, a technika fejlődése is számít ugye vele. Amikor mi kezdtük, nem nagyon volt még más rapzenekar, tehát mi nem sajnos tudtuk, hogy olyan kell rappelni. Most már azért hosszú évek óta, 15-20 év óta legalább úgy nőnek fel az emberek, hogy gyakorlatilag a levegővel szívják magukba a rapzenét. És hát mondjuk ki, az elmúlt 5 évben a rapzene az nagyon-nagyon népszerű, nem csak Magyarországon, de Magyarországon kimondottan, de a világban is. A legnagyobb nézettségeket elsősorban a rapzenekarok tudják felmutatni, úgyhogy mondhatjuk, hogy virágzik a rapzene, bár tegyük gyorsan hozzá, hogy mostanában azért a minőség mellett azért a mennyiség is feltűnt. Tehát rengeteg van, és azért sajnos nem mindegyiket mondhatjuk azt, hogy nagyon jó minőségű, de ez nem baj. Szerintem az a jó, hogy az emberek nem otthon unatkoznak, hanem alkotnak valamit, és ha már alkotnak, akkor ez lehet rapzene is, és ez kiváló dolog. Pont 3 napja ezelőtt jelent meg a videóklipünk a legújabb, amely Indul a vakáció címet visel, és hát bízom benne, hogy ez lesz a mostani nyár egyik kiemelkedő alkotása, hiszen arról szól, hogy vége az iskolának és vakáció van, és hát menjünk el mondjuk táborozni, vagy bárhol pihengetni. Szükség van arra, hogy mi évente 2-3 dal, új dal bedobjunk a közönség felé, videóklip formájában ráadásul, mert hogy imádunk alkotni, szeretjük azt, hogyha fellépünk és csápolnak, de az is szuper, amikor bemeltünk a stúdióba, vagy csak otthon elkezdünk szöveget írni. Úgyhogy ennek a legújabb fényes bizonyítéka az, hogy tényleg egy vadonatú videóklipünk van most fel már a neten, amit hát bízunk benne, hogy sokan majd megnéznek.
Ha már újdonságok egyébként, akkor hadd emeljem ki azt, hogy van egy derecskei kötődésű rapper is, aki kint van már évek óta New Yorkban, Brooklynban, és nekünk volt szerencsénk vele találkozni, és meg közösen fel is léptünk. Pepito MC, Pepitónak már innen üzenünk egy hatalmas nagyot, szerintem örülni fog a rokonság is, hogyha hall róla. Most jelent meg vadi új dala egyébként, a Dan Esking, tehát egy angol címet kapott, de ő magyarul nyomja, és kint Amerikában a munkahelyén, a fatelepen, vagy nem tudom éppen hol, ott is tolja, tehát hogy még mindig él és mozog, akár a derecskei hip-hop is. Nagyon hamar el fog jönni a kedvenc napunk. Fél lábbal elugrálunk péntekig. Ki szereti a pénteket? Hát akkor gyerekek, nektek most, aki szereti a pénteket, jön a dal. Péntek az én napom, a Jóslágon, és persze ebben a dalban is szabad tapsolni. Szabad tapsolni. Sőt, mindenki a leggömbölyűbb testrészeit meg is mozgathatja. Legyen ez akár a könyöke vagy a szembolyója. Rázbibi, ne hagyd abba. Nálam a hétfőtől csütörtökig kész kínszenvedés. De jön a péntek és a felülkülés. A teljes beszürkülés előtt tűnés. Indul a tudatos, hát kívenek. Ma megint belebújok abba a szerepbe. Amikor a bőrömből kibújva önfelekbe. Megyek a szórakozó helyekre, ilyen. Belevette magam a fényesmeretlenbe. Péntek az én napom, a testem a zenére hangol. Meg egy jó ital, ami szürcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! Péntek az én napom, a testem a zenére hangol. Meg egy jó ital, ami szürcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! Jó, ez az én szintosikor szól az én napom. Az én dalom. Ez a lényegű péntek. A péntek, mert a péntek az én napom. Várva vártam, most itt van a várva. Csillivilli csajok, pilli szoknyában vált. Hogy az esti kalant kilátásban van. After party a kádamban. Addig megfigyelem, ahogy a dolgok keverednek. Az italok, a zenék, a nemek, a nyelvek. És hogy teljes legyen a kép a DJ rákészül. Felcsendül az a szám, és mindenki nyomja a rá. Nagyon folyam! Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok. Meg egy jó ital, amit szürcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok. Meg egy jó ital, amit szűrcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! Jó, ez az én színjesszikor szól az én dalom. Az én dalom. Ez a lényegű létem. A péntek, okay. Mert a péntek az én napom. Mondd úgy gyorsan így okot, hogy miért mondja a pörgöm. Hétfülket, szerda, csütörtök. A szombat esti lázik, meg várjon más. A mégis tombol, a péntek esti fakkarás. Száraz pesgővel és nedves teste. Táncolunk, amíg a nap nem kell fel. Ja, és a mobilot bejegyezve, kérlek. Folytatás jövő hét péntek. Figyelj, hey! A nap. Péntek az én napom, a testem a zenére hangol. Meg egy jó ital, amit szűrcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! Péntek az én napom, a testem a zenére hangol. Meg egy jó ital, amit szűrcsölök. Minek is kéne több? Hey, hey, hey! A hangulva figyelj! Hey, hey, hey! Ti jöttök? Ez az, hey, yes! Hey, hey, hey! Csak a lányok! Köszönjük szépen! Wow! Zseniális volt! Figyelj, a mozgásodra egyből lett egy félmeztelen faszi a színpad előtt. Ez az! Mekkora! Egyébként szerintem őket kihívhatnád el Risza versenyre, mert ők benne lennek az ilyen hülyeségben, amit teszek rá. Hát ezért nézzük már meg, hogy ki tud jobban riszálni. Uraim, feljöttök a színpadra, hogy Risza egy ember, nem. A legjobb embert választod, aki a legjobban riszálja a popsiját. Kukó MC kihív benneteket egy Risza versenyre. Na? Hát inkább vokálisan erősek. Figyelj, itt nagyon kemény zsírégetés lenne, én égnék keményen. Látom, hogy tényleg a legkisebbektől a legnagyobbak itt vannak. Ki az, aki elmúlt már 20 éves? Idősebbek is vannak, láttam, ugye? Jó. Ki múlt már 30 éves? És kamuzik. És van-e hozzánk hasonlóan ilyen idősebb korosztály? Várjál, a kisasszony mindenre jelentkezik. Hát jó, hát ha kapja egy ajándékot, igaza van. Jó. Szóval hozzánk hasonlóan ki az, aki már szenior 40 fölöttiek vannak itt?
Nagyon jó, hát még külön köszöntjük a... Hát még felfogják a kérdést, még felteszik a kezüket, azért 40 év fölött ez már... Hát mi külön köszönjük, hogy ti is itt vagytok, és ilyen szép számban. Következik egy dalmas, az elmúlt 30 évben, amit igazán a 40-esek fognak érteni, de a 30-asok is... Figyelj, a takarítónő is el fog jönni, de tudod, mint ahogy az óvodában, ha megeszed a főételt, akkor jön majd utána a desszert. Jöjjön a főétel, minden változik, a lényeg nem, elintegetjük az elmúlt 30 évet, szépen kész fel a magasba, gyerünk, menjünk jobbra, aztán vissza balra. Na nézzük meg, tényleg mennyien vagyunk, mindenki fel a kész. Terecske, lovál meg, ne hagyd abba. Párban kerít, nem ez nyugat fel, nék a csempészre mászott, a szetták a polcot, vettém kézbe, a káros pénz, most apka vésből. Szerint a tévébe hétföl. Szóla ét a rendőr, a ruhája szürke. Sorban, jaj, a telefon fülke. A boldog kívva a zomba véli. Hozzánkat hőszomért napon elvéli. Személy egy kis kém kevény topban. Nagy a választék a skálakóban. Ruhával, cipőből minden szálas. A legmenőbbeknek tépő záras. Lazd az erkölcs, a rendszer borult. A mikrobuszba rakasz a teherautó robult. Hát igaz sem volt, de nekem így jött le, hogy ez volt a 80-as jelőt. Figyelj! Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké nem sorog a véremben. Nekem örökké nem sorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké nem sorog a véremben. Nekem örökké nem sorog a véremben. Műhold a csatornák, csak a telepen. Foci, rengeteg sár, szalad tereket. Kócsáv, rossz kuno, probléma. A táskás mobil az bent réfa. Fröcskölt móló, koptatott farmer. Leesett a kamióról, ez volt a sláger. Karciáti kuvé, Walkman, Tamagocsi. Egyre több a használt nyugati kocsi. Graffiti tegelés, 90-es évek. Red Bulli fogadta a diszkó fények. Kínai piacon hamis márkák. Mindenki vállalkozó veszi a számlát. Le a VHS-sel, itt a DVD. A pálya a kereskedelmi TVK. A PC-ket dobhatjuk a VHS-eket. Mert 2000-ben mindennek vége. Minden változik, a lényegnek. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké nem csorog a véremben. Nekem örökké nem csorog a véremben. A hatása! Minden változik, a lényegnek. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké nem csorog a véremben. Nekem örökké nem csorog a véremben. Semmi sem az igazi, ja. Mindenki károk. Hol van a végén meg az óceánok? Globi szeránt, wellness, fitness, Bicód, laptop, internet, eszhetsz. Tiszta nyugat, lett Kelet-Európa. Éjjel! Csatlakoztunk az Unióba, ja. Svájci hitel, egy ország, két tábor. Túlatagolás, politikában. Csupa elmentős étel, fogozott íz, ja. Nagy divat lett az ásványvíz. A mézes pálesz, a szivaros vodka. Állok a szalag a fesztiválokra, ja, ja. Plazma TV, streamelt lippek, tehetségkutató tévés viccek, nézettségek, rekordlájkok, celebek, hackerek, megosztások. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben. Nekem örökké repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben. Nekem örökké repcsorog a véremben. Hogy csak az integessen, aki szeretne holnaptól fizetésemelést kapni, vagy szeretne ötös, csak ötösöket a ellenőrzőjében. Figyelj! Gyerünk! Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké nem csorog a véremben. Nekem örökké nem csorog a véremben. Köszönjük szépen a lelkesedést, a taps cunamit! Köszönjük, igazán meg sem érdemeljük. Micsoda? Hogy ilyen kis tapsot kapjunk tőletek. Sokkal! Így van, és akkor most jött a pillanat, hogy mindenkinek muszáj ezt felállni az utolsó dalra. És ide közel jönni, gyertek a padoktól fel, és akkor így lúgjon az a tapsó. Derecske, eljé tapsos rész, azt szóltam előre, átgyűjtve bímélve. Jó, derecske, lúgjon a tenyerecske, hajó a szó. Szuper nő, hey, szuper nek teremtette a teret.
velünk is lakoz, hiszen indul a partfish. Íznak az, a te csillog a kard is. Íznak az, de gyerű, mire válsz, Berci. Íznak az, ja. Íznak az, velünk íznak az. Főlem lehet Gizigen, Marika vagy Terike. Csak figyelni kell arra, mi kerül a kezibe. S ha nem seprinyél, akkor is rángatja. Csak nem föl le, hanem jobbra balra. Ez egy apró bökkenő, de megoldható. Kis gyakorlása könnyen megtanulható. Kell, hogy legyen és hódító. És már is szívesebben leszek én az osztató. Takarító! Takarító! Ha-ha! Takarító! Takarító! Yeah! Takarító! Ha-ha! Takarító! Yeah! Na gyerünk ezeket fel! Szeretném látni és hallani a megye legnagyobb tapsát! Figyelj! Így van! Tökéletes, tökéletes, kezd jól lenni az összkép. Uraim, uraim, egy picit csatlakozzunk be. Aktívabban egyel, nagyon kettővel, hárommal, négyel, öttel.